Kedves nézőink, Dinoszaurusz csontvázak és tojások a 85 millió évvel ezelőtti Bakonyból címmel tartott előadást csütörtökön a Szabadidő Központban dr. Ősi Attila paleontológus. Ugyancsak itt ismerkedett meg a közönség a Bakonyi Dinoszauruszok Csodálatos Világa című könyvvel. A bakonyi dinoszauruszokról szólt az előadás. Vajon mennyire szerencse vagy véletlen az, hogy épp itt a Bakonyban lehetett dinoszauruszt találni, vagy abban az időben a Föld bármely táján volt ilyen? Hát tulajdonképpen a dinoszauruszok idejében, tehát a Föld történeti közép időben minden szárazulaton valószínűleg találkozhattunk volna dinoszauruszokkal. Azonban ahhoz, hogy ezeknek az állatoknak a csontjai, csontvázai, esetleg tojásai megmaradjanak, ahhoz óriási szerencse kell. Magyarország területén kevés olyan üledékes kőzet van, amiben egyáltalán lehetnek dinoszaurusz csontok. Nek az az oka, hogy a csoport, maguk a dinoszauruszok szárazföldi állatok, azaz szárazföldön képződött üledékes kőzetre van nekünk szükségünk, hogy benne legyenek a csontok. Ilyen pedig ebből az időből elég kevés van hazánk területén. A Bakony az egyik olyan, ahol van néhány feltárás, ahol van esély dinoszaurusz csontok megtalálására. És az egyik ilyen hely, ahol mi 2000-ben felfedeztük ezeket a leleteket, az az egykori Iharkút település határában van, Bakonyákon, Németbánya településektől nem messze, ahol gyakorlatilag 85 millió éves folyóvízi ártélőülékes kőzetek tárulnak fel a bauxit bányászatnak köszönhetően. Tehát fogalmazhatok úgy is, hogy ha bányászat nincs, ami ugye ott most már évtizedek óta bányászta a bauxit, most már nincs bányászat, akkor ezekhez a leletekhez nem férünk hozzá, hiszen a leggazdagabb csonttartalmú rétegeink például a bánya területén mintegy 17-18 méteres mélységben van. Ami ma a felszínen van, és süt a nap oda, és oda lehet menni, de ha a bányászat nincs, akkor nem férünk hozzá. Tehát tulajdonképpen ezek a geológiai képződmények és a bányászat indította arra, hogy ott kezdjenek keresni? Hát engem alapvetően az indított, hogy mindig is érdekeltek ezek az élőlények a Föld történetének ebből a periódusából, és arra meg különösen kíváncsi voltam, hogy Magyarország területén miért nincsenek jelöletek. Amikor én 90-es években középiskolás voltam, és a Természettudományi Múzeumba mentem el Budapesten, nem láttam dinoszaurusz csontvázakat vagy csontokat, kíváncsi voltam az okára, hogy ez miért van. Miért nincsenek Magyarországon leletek? Hát a válasz megvolt, egyszerűen azért, mert nem kereste őket senki. Röviden és tömören. Új fajt is felfedeztek az ásatások során. Ennek mennyi az esélye egyébként? Vagy hol tart a tudomány jelen pillanatban azon a téren, hogy vajon mennyi a feltáratlan dinoszaurusz? Még lehet ezt egyáltalán megsatszolni? Hát ez egy jó kérdés. Nemrégiben született ez ügyben egy tanulmány, hogy vajon a dinoszauruszoknak vajon hány százalékát ismerjük. Egy olyan 2001-nehány száz faj van, ami ma ismert dinoszaurusz faj, és azt gondolják, hogy nagyjából a 70%-uk még legalább az felfedezésre vár. A bakonyi terület ilyen szempontból egy nagyon érdekes történet, mert ugye Európa ebben az időben, amikor a Bakonyban dínók léteztek, egy szigetvilág volt, és a Bakony ennek a szigetvilágnak az egyik szigete. Létezett. Nem tudjuk, hogy mekkora volt ez a sziget, és azt sem, hogy pontosan meddig létezett, de az biztos, hogy számos olyan faj élt ezen a területen, többek között dinoszaurusz fajok is, amelyeket korábban sehonnan máshonnan nem ismertünk. Lehet-e tudni, hogy milyen fajta dinoszauruszok éltek itt? Gondolok arra, hogy növényevők, húsevők, vegyesen bármi, tehát vannak erre konkrét jelek? Abszolút, a csontok jelentős részét mi már meghatároztuk. Számos növényevő és ragadozó dinoszaurusz fajt ismerünk innen a területről, köztük több az új a tudomány számára. Az egyik a páncélos dinoszaurusz, ugye a Hungarosaurus tormai, vagy a Pneumatoraptor, ami egy kis termetű tollas ragadozó, a Velociraptornak egy közeli rokona lehetett. De nem csak a dinoszauruszok esetében vannak új fajok, hanem például ott vannak a madarak, amelyeknél ugye a Bauxitornis mincenti fajra névre keresztelt jószágot írtuk le, ami körülbelül egy ilyen övméretű madár lehetett, ennek az állatnak néhány csontját is megtaláltuk. Illetve hát a dinoszauruszokhoz még visszatérve, ugye hát mégis ajkai lévén meg kell említeni az ajkaceratopszot, ami szintén egy olyan dinoszaurusz, amely azon túl, hogy új faj, ugye az ajkaceratops kozmai, Kozma Károly után és Ajka városa után kapta nevét, egy olyan csoportot képvisel, amelyet korábban csak Ázsiából és Észak-Amerikából ismertünk. Tehát ez az egész csoport, az úgynevezett galléros vagy tülkös dinoszauruszok csoportja nem volt ismert Európában korábban. Ez az első bizonyíték arra, hogy ebben a szigetvilágban 85 millió évvel ezelőtt ők jelen voltak. Lehet egyedeket azonosítani, tehát magyarán szólva meg lehet határozni azt, hogy hány darab dinoszaurusz maradványait találták?
Hát ez elég nehéz meghatározni itt ezen a területen, ugyanis a leletek döntő többsége izolált csont. Na most, hogyha az ember talál egy csigolyát, egy csigolyából, ugye egy állatnak több csigolyája van, minden gerincesnek ha több csigolyája van, ezért nehéz megmondani, hogy az a csigolya most ugyanahhoz az egyethez tartozott, mint a másik csigolya, vagy az egy másik egyethez. Vannak azonban olyan csontok, például egy koponya, vagy egyéb speciálisabb csontok, amelyekből egy darab van a csontvázban. Tehát, hogyha azt megtaláljuk, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez bizony ehhez az egyethez tartozott, és ha van egy másik ugyanolyan csont, akkor ez egy másik egyet. A leggazdagabb, egyetszámot tekintve leggazdagabb együttes, ami egy fajhoz tartozik, az a bakonydrákóhoz tartozik. Bármilyen hihetetlen. A bakonydrákó ugye egy repülőhüllő volt, a bakonydrákó galácinak kereszteltük el, és ennek a repülőhüllőnek az állkapcsai kerültek elő, ugye állkapocsból mondjuk egyszerűsítve egy van, és már több mint 70 darab ilyen állkapocs töredék került elő, tehát egyértelműen mondhatjuk, hogy az mindegyik állkapocs elem az egy egyethez tartozott. Tehát valószínűleg ezek a bakonydrák, ezek a repülőhüllő egyedek iszonyú gyakoriak voltak itt ezen a területen, akár úgy, mint ma a tavak partján a vízimadarak, akár százával, ezrével itt nyüzsöghettek. Tehát akkor ezek után mondhatjuk azt, hogy egy nagy dinoszaurusz temető tulajdonképpen, ahol önök ácsatásokat folytatnak. Abszolút. Ez tulajdonképpen egy temető, és olyan szempontból is egy temető, hogy a csontjaik nagyon hirtelen temetődtek be egy megáradt folyó áradási eseményeként, egyfajta ilyen zagyárként, gyakorlatilag a folyó, ahogy kijött a medréből, az üledéket, a csontokat, a növénymaradványokat, a fatörzseket, mindent vitt magával, és aztán ezen a helyen egy ilyen mélyedésben, egy ilyen lapályosabb területen, lehet, hogy itt egy tó volt, egy ilyen pangóvízű tó volt itt, abba hordta bele, és ott rakta le azt a kőzetréteget, és vele együtt azt a sok csontot, amit mi itt kutatunk. Vannak-e tervek azt illetően, hogy meddig tart az ásatás? Lehet-e ezt tudni egyáltalán meghatározni a végét? Hát ennek több olyan tényezője van, amire nehéz válaszolni. Az egyik, hogy mennyi pénzünk van. Ugye egy ilyen ásatás, hát most már olyan 1 100 000 - 1 200 000 forintba kerül egy szezon. Ez 3 hetet jelent, 25 fővel. Erre a kutatási pénzt eddig még elő tudtuk teremteni. Hát bízunk benne, hogy a jövőben is ezt meg fogjuk tudni tenni. 16. éve fogunk idén már ásni itt a Bakonyban, úgyhogy én még remélem, hogy még néhány évtizeden keresztül itt folynak az ásatások, és sok-sok új dolgot fogunk találni. Az előadáson résztvevők egy könyvvel is találkozhattak, megvehették. Ez a könyv ez mit foglal össze, mennyiben kötődik Ajkához, Iharkuthoz, illetve általában a dinoszauruszokhoz? A kutatócsoportunk egy olyan 8 hónappal ezelőtt írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy a bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa. Ez egy nagyméretű képes könyv, alapvetően a fiatal generációt célozza meg, ismeretterjesztő jellegű, rengeteg illusztrációval és az új eredményekkel. És magát a könyvet azt az alapítványunkon keresztül, hát legegyszerűbben a www.magyardinoszaurusz.hu weboldalon keresztül lehet elérni. Ott le van írva minden, hogy lehet ezt a könyvet megvenni. Az előadás során itt láthattunk egy kövületet, amit, ahogy ön említette, Kozma Károlytól kapott ez. Vajon az, amire nagyon vágyott mindig is? Hát megmondom őszintén, én már amikor legelőször találkoztam a Kozma Karcsi bácsival, akkor láttam már nála ezt a borostyán darabot, egy ajkait darabról van szó. És hát szegény Karcsi bácsi most már nincs köztünk, úgyhogy hát az a helyzet, hogy én tulajdonképpen az ő hagyatékából kaptam meg ezt a példányt, a családja jóvoltából tanulmányozásra, és hát így került hozzánk ez a körülbelül félöklömnyi borostyán darab, amely egy ugyanúgy 85 millió éves fenyő, valószínűleg valamifajta fenyőnek a fosszilizálódott, megkövesedett gyantája. Na most ez a hatalmas nagy gyantadarab azért érdekes, hogy ez Ajkaitnak hívjuk, Ajka városa után, egy olyan borostyán típus, amit itt az ajkai kőszénből ismerünk, és hát ebben zárványok vannak, és ezek a zárványok bennük beleragadt, egykor a gyantába beleragadt rovarok, pókok és mindenféle egyéb maradvány, növényi, állati maradvány, az megőrződik kivételes minőségben, amelyeket aztán megpróbálunk meghatározni. Ez azért fontos, hogy ne csak a dínócsontokat találjuk meg, azok a dínókat ismerjük meg, hanem azt a környezetet is, ami körülötte volt.